Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az állatkertről néhány közérdek és fontos információt szeretnék a mai napon megosztani minden kedves megjelentel. Kezdjük ott, hogy az állatkertünk ugye 2009-re jutott abban állapotba, egy picit a múltról beszéljek, hogy tényleg már csak a legnagyobb jó indulattal és a legnagyobb pozitív segítő szándékkal az öltözhatóság jó voltából tudtuk ezt üzemben tartani. És amikor polgármester lettem ebben az évben, akkor eldöntöttük azt, hogy ezzel a helyzettel valamit mindenképpen kezdenünk kell. Sajnos ugye az előző időszak ilyen tekintetben nem volt túl sikeres, tehát látható volt, hogy vagy bezárják az állatkertet, tűnünk teljesen függetlenül, vagy valami megoldást nekünk ki kell találni. Az utóbbi ellen döntöttünk, és olyan döntés született, hogy a régi állatkert helyén egy teljesen megújult, minden elemében egy teljesen korszerű, a mai kornak megfelelő állatkert kezdje meg a működését. Ez a munka szerencsére támogatást kapott, ilyen értelemben egy 1,8 millió forintos összegből történő felújítás vette kezdetét, és 2012-ben ez a munka előkészítése megindult, és örömmel jelentem, hogy az állatkerti felújítás befejeződött. Arról tudok beszámolni, hogy május 20-ai hétvégén, 20-a pénteki napon az állatkert meg fog nyílni Pécs városában. Most már teljes egészében elkészült a projekt, kész van a műszaki felújítás, minden átalakult szinten nyugodtan mondhatjuk, és az a legfontosabb talán, hogy ami a kivált oka volt ennek a felújításnak, és a legvégső érve amellett, hogy meg kell tennünk ezt a lépést, az nevezetesen, hogy a ott keletkező szennyező anyagok, szennyező hatása a mostaniaktól nem veszélyezteti a vízbázist, tehát olyan módon lett elkészítve ennek a teljes körű alsó talajszintű szigetelése, hogy ez a legkisebb mértékben sem érinti a mély rétegekben lévő vízbázist. Az állatkert működésével, újkori működésével megszűnik a Munkács utcai akvárium terrárium kirendeltség, nevezzük annak. Minden funkció egy helyen lesz, tehát az akvárium terráriumban lévő állatok átkerülnek a mostani állatkertbe, teljes körülön, tehát minden állat látható lesz, és ilyen értelemben sokkal könnyebb lesz, vagy egyszerűbb lesz a látogatóknak, hogy nem két helyszínen kell nekik megjelenni. Lesz egy külön oktatóbár is iskolások számára, fiatalok számára, hogy kihelyezett foglalkozás keretében, kihelyezett órák keretében tudnak ezen a helyszínen majd órákat, illetőleg foglalkozásokat tartani. Lesz egyébként külön állatsimogató és madárökte helyszín, tehát a gyerekek meg az érdeklődők még jobban közelebb tudnak kerülni az állatokhoz, mint korábban ez történt. Úgyhogy ennek az örömteli hírnek kívántam most hangot adni. Köszönöm szépen a figyelmet, van kérdés, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!